Ma búcsúztatják Andy Vajnát a Fiumei úti temetőben, a néhai kormánybiztos temetésére csak meghívottak mehettek. Tegnap megállapodtak a béremelésről, így újraindult a győri Audi, Németországban még hétfőig áll egy üzem. Eddig 16 ezeren szavaztak az ellenzéki előválasztáson, az MSZP elégedett, vasárnapig szavazhatnak a jelöltekre. És 316 forint közelébe erősödött a forint az euróval szemben, elemzők szerint egyre többen spekulálnak az erősödésre. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Ezekben a percekben búcsúztatják Andy Vajnát a Fiumei úti temetőben. A zárt körű szertartáson csak a meghívottak vehetnek részt. A miniszterelnök mellett kormánytagok, politikusok, színészek és filmrendezők is elmentek a szertartásra. Búcsúztatót mond Arnold Schwarzenegger, aki tegnap érkezett Budapestre. A világsztár az RTL klubnak azt mondta, Andy Vajna nagyon jó barátja volt, aki szeretett rengeteget dolgozni. Ahogy fogalmazott, őrülten sokat dolgozott, nem hallgatott senkire, neki egyszerűen volt egy álma, ezt aztán valóra váltotta. Andy Vajna 74 éves korában, január 20-án halt meg otthonában. Véget ért a sztrájk, megállapodott egymással az Audi Hungária ZRT és az Audi Hungária független szakszervezet. A megállapodás szerint a vállalat 18%-kal, de minimum 75 ezer forinttal emeli a dolgozók alapbérét január 1-től 15 hónapra, a választható béren kívüli juttatás mértékét pedig 400 ezer forintra emeli idén, és ez az érték maradt 2020-ban is. A sztrájk csak nem egy hétig tartott. Úgyhogy arra kérünk titeket, tartsatok ki a végsőkig! Még az egy nappal a megállapodás előtt tartott gyűlésen is arról tájékoztatták a dolgozókat a szakszervezet vezetői, hogy egyelőre messze a megállapodás. A felek az utolsó pillanatig próbáltak minél előnyösebb feltételeket kiharcolni, de úgy tűnik, hogy a végén a sztrájkolók kerültek ki nyertesen a kis hiány egyhetes munkabeszüntetésből. Követeléseik jó részét teljesíti a cég. Az alapbér 18%-os, de minimum 75 ezer forintos emelése, a VBK bérenkívüli juttatás keretösszege 2019-re 400 ezer forint, és 2020-as évre is 400 ezer forint, valamint a lojalitási bónuszunknak az optimalizálása, egy kicsit továbbfejlesztése, a jubilómi bónusz bevezetése. A sztrájkolók végig kitartottak, és hiába próbálták megtörni az egységüket, ez nem sikerült. Legutóbb a kereskedelmi és iparkamara elnöke fejtette ki, hogy a munkások akciója mennyire rontja az országról alkotott képet. A győri gyár leállása miatt már több német üzem is leállt, ugyanis nem érkeztek az autókba a magyarországi motorok. A sztrájkolókat ez sem tántorított el, kitartottak követeléseik mellett. Rendkívül fontos szociális eredményeket értünk el, itt említeném meg a gyermekek után járó pótszabadság feletti rendelkezés jogát, amit most már hamarosan a munkavállalóink kapnak meg, illetve az is egy fontos szociális intézkedés, hogy havonta komplett egy pihenő hétvégét biztosítunk minden munkatársunk számára. A megállapodás aláírása után este 8 órára újraindult az összes gyártósor. A győri gyárban a Volkswagen koncern autóinak motorjai gyártják. Naponta közel 10 000 különböző motor készül itt, de az Audi több típusa is itt készül. Hétfőig biztosan szünetel a termelés az Audi központi ingolstadti üzemében. Az elhúzódó győri sztrájk miatt ugyanis le kellett mondani több műszakot is. A társaság szóvivője közölte, hogy a sztrájk miatt több mint 10 000 autót nem tudtak legyártani, mert nem érkeztek hozzájuk motorok Győrből. Azt egyelőre nem tudják, hogy mikor indul újra a termelés. A cég másik németországi gyára nem állt le, ott volt elegendő motor az összeszereléshez. Az Audi szóvivője azt mondta, még nem tudják pontosan, hogy mennyi bevételkiesést okozott a leállás. Sikerként értékelte az Audi megállapodást Dávid Ferenc, erről az ATV Start című műsorában beszélt. A közgazdász szerint már önmagában az is fontos eredmény, hogy kultúráltan meg tudtak állapodni a felek, vagyis sem a cég, sem a sztrájkolók nem alkalmaztak szélsőséges megoldásokat. A szakszervezetek például felkészülten komoly számításokkal támasztották alá a béremelési igényüket. A szakember úgy fogalmazott, az európai sztrájkkultúra megérkezett Győrbe. Azért is nagyon sok tanulsága lesz majd az Audi sztrájknak, mert két dolgot fog megmutatni, hogy szabad sztrájkolni,
de azoknak is nagyon, hogy mondjam, jó példa, hogy gyerekek, ha nem tudjátok megszervezni, ha 10 ember lézeng a teremben, ne kezdjetek sztrájkot szervezni. Akkor kezdjetek el sztrájkot szervezni, hogyha a munkáltatón belül nagyon egyértelmű a támogatottság, a munkáltatónál a dolgozók 70%-a szakszervezeti tag. Egy másik német cég magyarországi üzemében is lehet figyelmeztető sztrájk, tudta meg a napi.hu. A Robert Bosch elektronikai Kft.-nél ugyanis elégedetlenek a dolgozók a béremelés miatt. Hiába volt ugyanis 15%-os béremelése, a munkavállalók szerint az csak az országos minimálbéremeléssel egyezik meg. A szakszervezet ezért kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett, ami a lap szerint a 2 órás figyelmeztető sztrájk előszobája. Ezután lehet korlátlan idejű sztrájkot tartani. A cég miskolci üzemében nincs bérfeszültség. A szakszervezet 2 másik, egy szintén miskolci és egy jászfényszarúi üzemben is bejelentette a kollektív munkaügyi vitát. Félidőig 16 000-en adták le szavazatukat az ellenzéki előválasztáson, ezt Molnár Zsolt közölte. Az MSZP budapesti elnöke elégedett az eredménnyel, azt azonban még nem közölte, hogy hol lesz majd az eredményváró. A választópolgárok Horváth Csabára és Karácsony Gergelyre szavazhatnak. A győztes ezután újabb fordulóba kerül, ahol már Puzsér Róbert és közte kell majd választani. Aki végül megnyeri az előválasztás, az lehet ősszel Tarlós István kihívója. Fel sem merült, hogy Schneider Tamás lemondjon a Jobbik vezetéséről. Erről a párt szóvívője beszélt az ATV Start című műsorában. Jakab Péter szerint csak a pártelnök lejáratásáról van szó. A napokban nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Schneider Tamás arról beszélt, hogy ha kell, agyonüti a cigányokat. Ezt követően több roma vezető is azt nyilatkozta, hogy Schneider Tamásnak nincs helye a közéletben. Ha jól értem, akkor fel sem merül a gondolat, hogy Schneider Tamást leváltsák a Jobbik éléről. Nincs miért, az a titkos vagy a titokban készült hangfelvétel, ami kikerült, az sem alapvetően Schneider Tamásról szól, hanem a Fidesz médiáról, amely megpróbál Schneider Tamásról egy képet láttatni, és most ezt a képet festette le ironikusan Schneider Tamás. Több mint 800 millió forint értékben talált szabálytalanságokat az ellenzéki pártoknál az állami számvevőszék 2014 óta, számolt be róla az Index. Az ÁSZ a legnagyobb szabálytalanságot a Jobbiknál találta, összesen 331 millió forint értékben, amelyet duplán kell számítani. A bírság ugyanis megegyezik a szabálytalannak talált összeggel. A többi ellenzéki pártnál mindenhol 10 millió forint alatt maradt a szabálytalannak tartott támogatások összege. Összesen 816 millió forint értékben tárt fel tiltott párttámogatás miatt szabálytalanságokat a hatóság. Mindeközben a Fidesznél és a KDNP-nél mindent rendben talált a volt fideszes politikus vezette szervezet. 2 részletben csaknem 1 milliárd 800 millió forintos támogatást kapott a Pécsi Mecsek FC foci csapat, írta a Népszava. A pénzt 2 részletben utalták át a fenntartó cégnek. 890 millió forintot a pénzügyminisztérium rendkívüli intézkedésekre szánt keretéből biztosítottak a foci csapatnak. Azért döntöttek a támogatás mellett, mert Pécs kincstári felügyelet alá került a 7,5 milliárdos hiány miatt, így nem támogatja a csapatot. Mint kiderült, 520 millió forintot csak személyi juttatásokra fordítják a minisztériumtól kapott pénzből, dologi kiadásokra pedig 300 milliót költenek. A csapat jelenleg az MB3-ban középcsoportjában szerepel, jelenleg 10. helyen áll a 16 csapatból. Csalódott a Szódi Attila, a paksi bővítésért felelős távozó államtitkár, hogy Süli János szakminiszter megvált tőle. Erről az Indexnek adott interjújában beszélt az államtitkár. A Szódi Attilát január 15-én váratlanul felmentették. A szakember arról beszélt az interjúban, hogy több szakmai kérdésben sem értettek egyet a szakminiszterrel, de továbbra is megingathatatlan híve a projektnek. A Szódi a költség túllépéstől jelenleg nem tart, igaz, a több mint 1 éves csúszás már elkerülhetetlen. A szerződést pedig szinte minden elemében jónak tartja a menesztett államtitkár. A 315-ös szint közelében is járt a forint tegnap az euróval szemben, végül 315 forint 64 filléren zárta a napot az árfolyam. Ez az árfolyam szint 8 hónapos csúcsnak számít.
A Portfolio.hu szerint az árfolyam erősödése mögött az áll, hogy a befektetők elkezdtek a forint erősödésére spekulálni. Ez pedig az váltotta ki, hogy az MNB jelezte, bizonyos folyamatok esetén akár szigoríthat is a monetáris politikán. Az elmúlt egy évben tavaly nyáron volt a csúcs, július elején 330 forintnál is többet kellett fizetni egy euróért a bankközi devizapiacon. A magyarországi helyzet csak rosszabbodott szeptember óta, ezt mondta Judit Sargentini az Európai Parlamentben, ahol a képviselők a magyar jogállamiság helyzetéről vitáztak. Deutsch Tamás, a Fidesz EP képviselője azt mondta, a balliberális európai tábor azért indított támadást a magyarok ellen, mert ők elutasítják az illegális migrációt. 751 európai parlamenti képviselőből körülbelül egy tucatnyi van jelen, ők is főként magyarok. Majdnem teljesen üres volt az Európai Parlament brüsszeli ülésterme, amikor elkezdődött a magyar jogállamiság helyzetéről szóló vita. Napirendre került a túlóra törvény, a CEU elköltözése, a kormánymédiumok központosítása és a közigazgatási bíróságok létrehozása. Franz Timmermans azt mondta, az európai intézményeknek az a dolga, hogy betartassa a tagállamokkal az uniós alapszerződést. Az uniós alapszerződés a jogállamiságról is rendelkezik. Benne van a hatalmi ágak szétválasztása épp úgy, mint a sajtószabadság. Itt egy elszámoltatásról van szó, egy olyan dologról, amit Magyarország vállalt magára. Senki nem kényszerít senkit arra, hogy uniós tagállam legyen, de nem csak jogok, hanem kötelezettségek is vannak, mondta a bizottság alelnöke. A magyar EP képviselők közül elsőként Deutsch Tamás szólalt fel. Szerinte a vita indokai ürügyek, az európai balliberális tábor pedig a választási kampány alatt támadást indított a magyar emberek ellen. Önökkel szemben mi magyarok nemet mondunk a bevándorlásra. Meg akarjuk védeni az illegális bevándorlókkal szemben az országunk határait, ezzel meg akarjuk védeni az unió külső határait. Az a meggyőződésünk, hogy nem a bajt kell idehozni Európába, hanem a segítséget kell eljuttatni a bajban lévő emberekhez. A DKEP képviselője szerint Orbán Viktor távolléte azt bizonyítja, hogy fél szembenézni az Európai Parlamenttel. Orbánnak semmi nem számít, csak a hatalom, ezért elárulja saját országának az érdekeit, a demokráciát, az európai értékeket. Mi itt az Európai Parlamentben nem segítkezhetünk ez a politikához. Things in Hungary actually only got worse. Magyarországon csak rosszabb lett a helyzet tavaly szeptember óta. Ezt már Judit Sargentini, a hazánkat elítélő jelentés szerzője mondta a vitán. A magyar kormány ellátja papírmunkával az Európai Tanácsot, de csak az időt húzza. A magyaroknak minden okuk megvan arra, hogy az utcára vonuljanak, és megérdemlik a mi kitartó támogatásunkat, mondta a zöldpárti képviselő. Szanyi Tibor, a szocialisták EP képviselője felszólalásában azt hangsúlyozta, a hatalom fokozódó brutalitása ellenére a nemzeti demokratikus ellenállás növekszik Magyarországon. Elutasította a Brexit tárgyalás újranyitását az Európai Parlament. Pedig kedden a brit parlament alsóháza úgy döntött, hogy felhatalmazzák Theresa Mayt arra, hogy Brüsszelben újra tárgyalja a tervezetet. Vita továbbra is az ír-északír határügyében van. A brit miniszterelnök két hetet kapott, hogy feloldja a kialakult patthelyzetet. I call the Prime Minister. A brit parlament tegnap este 317 igen és 301 nem ellenében döntött úgy, hogy a kormány újra tárgyalja az Európai Unióval a kilépés feltételeit. A legfontosabb pont, hogy az ír-északír határ kapcsán kötött tartalékmegoldás az úgynevezett backstop helyett találjanak egy alternatív megoldást. A jelenlegi kompromisszum szerint Nagy-Britannia határozatlan ideig a Vámunió része maradna, amíg nem jutnának egy átfogó kereskedelmi megállapodásra. A keményvonalas Brexit hívők szerint ez teljesen elfogadhatatlan, a kormány pedig a fizikai határellenőrzés visszaállítását szeretné elkerülni. This has been explored endlessly. Az elmúlt két évben számtalanszor megvizsgáltuk a kérdést, nem találtunk alternatív megoldást, egy biztonsági mechanizmusra van szükségünk, nem pedig vágyálmokra, mondta az ír külügyminiszter. A brit alsóház elutasítja a kemény Brexitet, de a március 29-i kilépési határidőt sem szeretnék kitolni. Az uniós döntéshozók azonban nem mutatnak hajlandóságot a tavaly novemberben lezárult tárgyalások újbóli megnyitására. Az egyetlen pont, amit szeretnék megerősíteni, hogy az
Európai Unió intézményei egységesek maradnak. Kitartunk az Egyesült Királysággal megkötött megállapodás mellett, mondta az uniós Brexit-ügyi főtárgyaló. A kormány fő helyzete nem egyszerű, hiszen 2 hét alatt kell újra tárgyalni egy olyan megállapodást, ami megkötése korábban 18 hónapjába került a feleknek. Nem talált vesztegetésre utaló jeleket az Alstom metrókocsik magyarországi beszerzésével kapcsolatban az Egyesült Királyság csalás elleni hivatala, számolt be róla a 24.hu. A portál szerint ezzel holtvágányra futotta a Gyurcsány Demszki korszak legnagyobb korrupciós ügyeként talált beszerzés feltárása. A korábbi gyanú szerint 2,2 milliárd forintos vesztegetés is lehetett az ügyben. A magyar vizsgálatok azonban még tartanak. A központi nyomozó főügyészség a portál megkeresésére azt közölte, hogy az ügyben eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Litvániában viszont kiderült egy miniszterről, hogy 5 millió eurót fogadott el a cégtől. A gyermekek otthongondozási díjának rendszeréből senki sem eshet ki, ezt mondta Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár. A támogatással kapcsolatos szempontrendszer pedig nem újdonság, eddig is alkalmazták. A részletekről Nemes Anna tudósít az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Az otthongondozási díj kampányát tavaly indította el a Lépjünk, hogy léphessenek közhasznú egyesület. Hosszú egyeztetések után a kormány idén januártól bevezette a gyermekek otthongondozási díját, ami bruttó havi 100 ezer forintot jelent. Ugyanakkor, aki új belépő a rendszerbe, annak meg kell felelnie egy 8 pontos szempontrendszernek. A Lépjünk, hogy léphessenek egyesület ezt igazságtalannak tartja, ezért ismét megkeresték az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Nemrég ért véget a sajtótájékoztató. Itt Fülöp Attila, a szociális ügyekért felelős államtitkár azt mondta, hogy a szempontrendszer miatt senki sem esett ki a rendszerből. Januártól mindenki megkapta, aki eddig is kapta a díjat, mindenki megkapta a 15%-os emelést, és aki a gyermekét gondozza otthon, ő automatikusan megkapta a bruttó 100 ezer forintot havonta. A sajtótájékoztatón részt vett az Autisták Országos Szövetségének elnöke Kővári Edit is, aki hangsúlyozta, hogy egyesületük a változtatást kizárólag pozitívumként könyveli el, de természetesen még további egyeztetések lesznek a kérdésben. Folyamatosan nő a krumpli ára, már most 2-szer annyit kell fizetni érte, mint tavaly. Az európai asszály miatt tavaly mindenhol kevesebb termett, így a kereslettel együtt az ár is nő. Még ősszel meg lehetett venni 100 forinté, 120 forinté, most már 200 forint fölött van az ára neki. Csak nem duplájába kerül a krumpliánél az őrhalmi zöldségesnél tavalyhoz képest, és a drágulásnak még nincs vége. Várhatóan országszerte emelkednek még az árak, mire jön az új burgonya. A nagybani piac függvénye alapján ugye heti szinten szinte változnak az árak, de ilyen magas árat még nem tapasztaltunk, mint amit most így. Ennél a budapesti zöldségesnél 300 forint egy kiló krumpli, egész pontosan a francia, ez a népszerűbb. A magyar burgonya bár olcsóbb, a minőséggel láthatóan gyengébb. A klíma miatt az utóbbi években egyre kevesebb krumplit termesztenek Magyarországon. Már csak ezek a kerti művelések maradtak, az őstermelők, akik még mai napig kirakják a krumplikat, ők maradtak lényegében, de egyre kevesebben vannak már ők is. Az őrhalmi krumpli híresen finom volt még 1-2 évtizede, nem csak piacokra szállítottak, hanem saját vevőkörük is volt, ahová házhoz vitték a termést. Az unióhoz csatlakozás óta viszont már inkább importálják a krumplit. Az a külföldi burgonya, a francia, német, lengyel burgonya, amely egy nedvesebb klimatikus viszonyok között terem meg, annak általában jobb a minősége, tehát a burgonya már ezen a hőfokon, ami manapság Magyarországon van nyaranként, meg ezen a nedvesség tartományban nem érzi jól magát, ennek okán nem lesz olyan jó minősége. A burgonya nagykereskedelmi ára is nőtt, a drágulás oka pedig elsősorban az időjárás. Tavaly súlyos aszály sújtotta Európa főbb krumpli termesztő övezeteit, itt csak nem 20%-kal kevesebb termett, de más zöldségekből is hiány van a szárazság miatt. Emelkednek a szántóföldi zöldségnövényeknek az árai jelen pillanatban, ez igaz. Nem csak a burgonyát érinti ez az emelkedés, hanem az összes többi ilyet, többek között a sárgalépát, a vöröshagymát is, és a burgonyát természetesen. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet az öntözési rendszer fejlesztésében látja a megoldást, ami javítana a magyar krumpli minőségén.
Kerekesszékkel és babakocsival is az úttesten az autók között kell ügyeskedni az 5. kerületi Reáltanoda utcában. Ezek ugyanis nem férnek el a nemrég felújított járdán, mert az mindössze 43 cm széles. A közlekedő tömeg egyesületnek a kerületi városfejlesztő cég még a nyáron azt írta, hogy a felújítás célja az utca élhetőbbé tétele, és biztosítják majd a 1,5 méter széles járdát. Kerestük az 5. kerületi önkormányzatot, de adásunkig nem válaszoltak a kérdéseinkre. Ennyi, innentől én nem tudok közlekedni. Budapest belvárosa Reáltanoda utca, híradónk ide kísérte el Sóber László kerekesszékes sportolót. A frissen felújított járdát nem neki találták ki, nem fér el a kerekesszékével. Itt ugyanis csak 43 cm széles a járda. Teljesen zéro, hogy át tudjak menni az irányomba, tehát ugye az útnak a végéig. Ezt igazából nem lehet megoldani. Tehát ha csak egyetlen egyféleképpen tudnám megoldani, hogyha balesetveszélyesen leugratnák a patkáról, és az autókkal szemben közlekednék. Ez az anyuka nem is próbálta átpréselni a babakocsit az oszlop és a fal között, inkább megvárta azt a pillanatot, amikor egy autó lelassított, és közvetlenül mellette az úttesten tolta a kisgyerekét azon a szakaszon, ahol nem fértek el a járdán. És a kukával is ügyeskedni kellett. Az első akadály még nem okozott gondot a közterület felügyelet munkatársának, a 43 centim viszont már nem tudta áttolni a kukát, neki is kerülnie kellett. A közlekedő tömeg egyesület júniusban elküldte a javaslatait az utca élhetőbbé tételére a Belváros Lipótváros Városfejlesztő Kft.-nek. Akkor azt az ígéretet kapták, hogy a felújítás célja éppen ez, vagyis az utca élhetőbbé tétele. És akkor azt ígérték, hogy ahol kiemelt szegélyt alkalmaznak, ott 1,5 méteres, vagyis a jogszabályban előírt járdaszélességet alkalmaznak. Parkolóhelyről beszélünk. A közlekedő tömeg egyesület elnöke az ATV híradónak azt mondta, most újra megkeresik a céget. Azt látjuk, hogy ez a 43 cm, ez nem csak hogy semmilyen jogszabálynak nem felel meg, de az észszerűségnek sem. Tavaly októberben az Erzsébet téren jelöltek ki új parkolóhelyeket, így fordulhatott elő, hogy mindössze 10 cm széles járda maradt a gyalogosoknak, ezt a felfestést végül megszüntették. De nem csak Budapesten fordul elő ilyesmi, Pécsen például szintén tavaly októberben csak félig aszfaltoztak le egy utcát. Úgy tudom, estére havazásra is számíthatunk, de Gál Noémi elmondja a részleteket. Szervusz, milyen időnk lesz? Szervusz, jó napot kívánok a kedves nézőknek! Még mindig marad az eseménytelenebb, nyugodtabb időjárás frontok nélkül, de például reggelhez képest a párásság és a köd a legtöbb helyen megszűnt, emellett azért borongósabb marad a délutáni órákban is az időjárás, csak kevés helyen lehet némi napsütés. Elszórtan valószínű csapadék a Dunántúlon, havas eső, hóig érkezik leginkább, keletebbre azonban egyre inkább eső, havas eső valószínű. A mérsékelt légmozgás mellett délután 0 és plusz 5 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet. Ehhez képest a következő napokban további felmelegedésre készülhetünk. Február első hétvégéjén a déli területeken akár 14-15 fokot is mutathatnak a hőmérők. Egyre inkább erősödik a déli áramlás, amellyel enyhe léghullámok érkeznek, ugyanakkor a hétvége közelettével többfelé várható csapadék. Pénteken délután még vegyes halmaz állapotban ígérkezik ez a csapadék, aztán szombaton, illetve vasárnap többfelé eső valószínű. A jövő hét első napjaiban pedig újra csökkenhet a hőmérséklet. Szép kellemes délután kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri, milyen témákkal készültél? A három témát ajánlanék a kedves nézők figyelmébe. Magyarországról, illetve a demokrácia állapotáról vitatkoztak az Európai Parlamentben tegnap. A második megegyeztek az Audinál, de így is 10 000 autóval kevesebbet gyártottak a tervnél az egyhetes sztrájk miatt. És a harmadik téma, hogy Schneider Tamás Jobbik elnök távozását sürgetik cigány szervezetek. Ezekkel várom a kedves nézőket. Feri, köszönjük szépen! És önöknek is köszönöm a figyelmet, legközelebb híradóval 17:30-kor jelentkezünk, addig is maradjanak itt az ATV-n, szép napot, viszontlátásra!